Németország a futball világbajnokság döntőjében. Ez óriási szenzáció, ez valóságos futballcsoda. Olyan csoda persze, aminek természetes magyarázata van, és amit játékosaink tudásának köszönhetünk, az eddigi pompás játékuknak és harcosságuknak. Nem sokára kezdődik a mérkőzés. És megkezdődik a játék az angol Ling játékvezető sípszavára. Ő fújta a sípot egyébként már a Magyarország elleni első mérkőzésen is. Amitől féltünk, bekövetkezett. A magyarok villámrajtot vettek, és már is vezetnek. Haza. Durek elveszti a labdát, Cibor lecsap rá, és Puskás után újabb gólt lő. Ajjaj, már 2-0 a magyarok javára. Gyerünk, fiúk, ébresztő! És megcsúszott az egyik magyar védőn. És végső erejével bevágta a labdát a magyar kapus Grosics mellett a hálóba. Na, hál' Istennek, már nem 2-0-ra állunk, az eredmény 2-1, és ez erőt és önbizalmat adhat a mieinknek. Az állás 2-2! De... Gyere, gyere! Megnézd! Miért nem passzol soha? Morlokottál tök egyedül a kapu előtt, te meg fölé durrantod! Csatár vagyok, nem? Törődjetek inkább a védekezéssel! Az első két gólt ajándékba adtátok, vagy mi? Mit fogjátok be már a szátokat? Kell a szusz másra! Spóroljatok vele! Hát nem tudjátok felfogni! Megnyerhetjük a világbajnokságot! És nincs jobb dolgotok, mint barni egymást! 2-2 az állás! A magyarok dühöngenek! A második félidő elején teljes erővel fognak támadni! Tehát mindent bele! Bírnotok kell ezt az iramot még egyszer 45 percig! Küzdeni kell! Egy mindenkiért, mindenki egyért, világos! Csináljátok
már végre valamit! Isten vagy! Török jobb fedezete a labdával. De ezúttal szerelte Schäfer. Schäfer középre ível. Fejes? Kivágják a védők. De csak Renig jut a labda. Akár lőhetné is. Ha lő! Gól! Kettő Németország javára a magyar csapat ellen, amely 4,5 éve nem veszített mérkőzést. De a másodperc mutató milyen lassan vánszorog. Bámulom az órát, hogy megbűvöljem. Menj gyorsabban, menj gyorsabban! De hiába kérem, nem teszi. Csak is az előírt pontossággal araszol tovább az idő. Most már csak 1,5 vagy 2 perc van hátra. Németország vezet 3-2-re. A magyarok teljesen kijöttek a sodrukból, Puskásnál a labda a kezdőkörben. A magyar csapat talán utolsó lehetősége. Kiugratás a jobb szélen. Cibor, most a lövés! Tani betöltve védi, mindent véd! És lejárt a 45. perc is. Legfeljebb 1 perc hosszabbítás lehet még hátra. De veszélyes a helyzet. Magyar támadás a jobb szélen. De Fritz Walter kivágja a labdát az oldalvonalon. Kivenné zokon tőle! Oh! A magyarok gyorsan végzik el a bedobást. Bosik indul előre! Vége! 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 Vége a meccsnek! Németország világbajnok! Legközi Magyarország! 3-2! Gratulálok! Nagyszerű! Köszönöm!